Ezen a területen legközelebb 25-30 év múlva fognak kivágni nyárfákat. Ennyi időre van ugyanis szükség ahhoz, hogy a nyárfa elérje azt a kort, amikor már kitermelésre kerülhet. Látszik is egyébként a tüzifán, amit itt termeltünk, ez egy akác tüzifa. Bélkorhat, már olyan minőségű, hogy nem tartható. Valameddig még lehetett volna tartani, de nem indokolt ennek a fenntartása. Miután Magyarország kormánya megtiltotta a tűzifa kivitelét az országból, valamint arra szólította fel az állami tulajdonban lévő erdőgazdaságokat, hogy vizsgálják meg a kapacitás növelés feltételeit, a Nyírerdő ZRT terveit is felül kell vizsgálni. Nyilván nem az erdőtelepítés a megoldás, mert az hosszú évtizedek kellenek ahhoz, hogy ismét faanyagot adjon, de ettől függetlenül, ahol olyan terület van, hogy beerdősíthető, betelepíthető, azt elvégezzük, egész országban erdőtelepítési program van folyamatban. A szakember hangsúlyozta, a termelés kapacitás korlátozott növelése mellett a kitermelés átütemezése, valamint új fajok telepítése jelenthet megoldást a jelenlegi helyzetre. A tűzifa ára az elmúlt években szinte megduplázódott, ennek ellenére, aki tehette, már tavasszal megvásárolta a tűzifát. A drágulásának okaiként Tölgyfa Gábor a bekerülési költségek mellett az energiaárak általános növekedését nevezte meg, hiszen a gáz és a tűzifa árának mozgása mindig is szorosan összefüggött. Nagyon drágán szeretnénk eladni a tűzifát, és az gáz jóval-jóval olcsóbb, akkor nagyon kevesen fognak fával fűteni, vagy mindent megtesznek azért, hogy átálljanak a gázra. Ez fordítva is igaz. Hát ha a gáz ára emelkedik, és a tűzifára meg nem, akkor mindent megtesz az ember azért, hogy fával fűtsön, aki megteheti. Emellett azért ahhoz, hogy egy tűzifa sarang előálljon egy-egy fakitermelésbe, annak azért elég jelentős költsége van. És az elmúlt időszak arról szólt, hogy minden munka művelet, minden olyan munka, ami üzemanyag, emberi erőforrást igényel, drágult. Így volt ez a fakitermelésnél is. Gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben majd megduplázódtak a fakitermelési közvetlen költségek, az általános költségekről nem is beszélve. Tehát emiatt is nyilván áremelkedés kell, hogy történjen, mert különben a két iránynak nem lesz jó az eredője. A tűzifa mázsánkénti ára jelenleg 6500 és 7000 forint körül mozog. De a szakember azt is elmondta, hogy a Nyírerdő ZRT minden évben jelentős mértékben támogatja a települések szociális tűzifa programját.